A katasztrófavédelmi sugárfelderítő egységeket az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma adományozta a magyar katasztrófavédelmi szerveknek a sugárzó anyagok illegális szállításának és környezetbe jutásának visszaszorítása érdekében. A GPM-ünk egy katasztrófavédelmi sugárfelderítő egység. Ezt a járművet a közúti forgalomban, illetve a határátkelő helyeken a közúti gépjárműveknek a megfigyelésére fogjuk használni, illetve kiszűrni azokat a járműveket, amelyek esetlegesen valamilyen sugárzóanyag vagy izotópanyag csempészetére irányulnak, ezzel is hozzájárulva a lakosság közbiztonságához. Az egységek sugárfelderítő tevékenységükkel szükség esetén támogatják a közúti, vasúti, vízi és légi veszélyes áru szállítási telephelyi, illetve az iparbiztonsági ellenőrzéseket. A mérőeszközök ezen felül tömegrendezvények biztosítására is jól alkalmazhatók. A forgalomból kivett gépjárműveket szűri meg, figyeli meg, egy gamma és egy neutron sugárzás mérő műszer van benne, egy sugárkapu van beépítve, amellyel a mellette elhaladó gépjárművet tudjuk megfigyelni. Az adatokat számítógépre rögzíti maga a sugárkapu, és ezekből tudjuk meg, hogy van-e a gépjárműben esetleg sugárzóanyag, vagy nincs. Amennyiben sugárzóanyag van benne, akkor nekünk jelez is a műszer, és a kivett gépjárművet ezután kézi műszerekkel át tudjuk vizsgálni, és meg tudjuk keresni benne az esetlegesen elrejtett sugárzás veszélyes anyagot. A főfelügyelő hozzátette, az autó tesztelésén már túl vannak, a használatát már megkezdték, elmondása szerint eddig még nem találkoztak sugárzó anyaggal.